Amikor is mi a magunk részéről, ugye, bezárjuk ezt a tanévet, ezt a félévet, ezt a részét, ezt az évet bezárjuk, és elmehetünk egy kicsit pihenni. Még mielőtt pihenni mennék, arra szeretnélek kérni benneteket, hogy figyelemmel és szeretettel hallgassátok társaitoknak a műsorát, a drámások, a néptáncosok, és a zenészek közreműködésével készült. Hallgassátok olyan nagy szeretettel, legyen egy bár kicsi, vagy nagyobb, mint amilyen szeretettel ők készültek. Minden tegyen a természet. Legyen áldott!
ami tőlesnek, odafelé sugárzik. És mikor a mai napon készültem, azon gondolkodtam, hogy azok után, hogy a lelki testvérek jönnek, és gyönyörű igéket felolvasnak nekünk, és elmondják a valódi bibliai tartalmát a karácsonynak, mit mondhatok én. És két dolog jutott eszembe, ami minden karácsonykor tényleg eszembe jut. És minden alkalommal, amikor rácsodálkozhatok a mindenható Isten szeretetére. Mert ez nem csak karácsonyban van. Az egyik az, hogy mennyire esendő az ember. Mennyire aprócska, icipici pont. Ahogy írja a Szentírás, forgol vagyok. Mégis van nekünk egy olyan Istenünk, aki megváltott minket, aki nekünkön szólított bennünket, akié vagyunk. És a másik pedig az, ami eszembe jutott, hogy mennyire nagy az ember. Annyira nagyra értékeli a mindenható, hogy odaadta érte a fiát. Titeket soha nem adna anya, apa, senkiért. És ha most megkérdeztek, én is azt mondom, én se adnám a fiaimat senkiért, semmiért. De ha figyelsz még egy picit, akkor ebben a produkcióban is ráismerhetünk arra a mindenható Istenre, aki viszont elküldte értünk az egyetlen. Olyan áldott ünnepet kívánok nektek, ahol tényleg az ajándékos írogását akár egyetlen gyertalára is felül tudja volni, amit azt kérek, hogy mindannyian karácsony este ti 201-en, és mi is találjunk a tanárbácsit. December 24-én este, ha valakinek hopp! Gyújtsunk meg egyet! A szívünk, a lelkünk azon a pillanatban, hogy teszem azt, hogy legyen este fél nyolc. Jó? December 24-én este fél nyolcban lélekben találkozunk. Gyújtsunk meg egyet! Azzal a köszönettel a azzal a szeretettel a szívünkben, amit talán még soha nem éreztünk, de akkor tudd, hogy rajta kívül 200-nál is több szív fog egy gyerkedőtársra válni. Istentől meg áldott nagyon boldog karácsonyt neked kívánok. Mindenki. Én ott megdugtam a gyertyát. Bocsánat, nincs.
szentségét.